Elegük lett a migránsokból a németországi önkormányzatoknak. A berlini kormány a kisebb településekre telepíteni a bevándorlókat, aminek a helyiek nem örülnek. Egyre több polgármester tiltakozik levélben a német kancellárnál. A CDU egyik politikusa ráadásul videóüzenetben bírálta a szövetségi kormány migrációs politikáját. Alapoznak a németországi Upál településen, konténervárost építenek, de nem a német állampolgároknak. Az 500 fős községbe 250 migránst akarnak betelepíteni, a konténerépületeket nekik építik. A helyiek azonban hónapok óta tiltakoznak ez ellen. Kezdetben bírósághoz fordultak, de a keresetüket elutasították. Júliusban pedig az építési engedélyeket is megadták a migránsváros felépítésére, hiába tiltakoztak a német lakosok. Egyre több németországi településnek van elege a szövetségi kormány bevándorlás politikájából. Burgváros polgármestere például panaszlevelet írt Olaf Scholz kancellárnak, és azzal érvelt, túl sok migráns telepítenek a városukba. Burg polgármestere azt állítja, hogy a berlini betelepítési döntésektől csak szenvednek a helyiek. A példa ragadó, sajtóhírek szerint egy közeli település Gentin is tervezgeti egy panaszlevélnek a megfogalmazását, és sajátos módon sajtóhírek szerint itt egy zöldpárti politikus az, aki még keményebb levél megfogalmazását sürgeti, és azt Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe is elküldeni. A napokban a CDU egyik politikusa az internetre töltött fel videót, amiben kifakad Berlin migrációs politikája miatt. Tino Schumann élesen bírálta a szövetségi kormányt. Remélem, hogy végre mindenki felébred a mi hazánkban, és változtat a dolgokon, és nem csak elképzeléseket pufogtatnak arról, hogy mit kellene tennünk. Mi jó, erős ország vagyunk, és ezt a sok-sok generáción keresztül, évtizedeken át végzett munkánknak köszönhetjük. Ezt nem lehet egy ideológia mentén végzett politikával lerombolni, fogalmazott a Keresztény Demokrata Unió, avagy a CDU képviselője. Németországban az utóbbi időben jelentősen nőtt a bűncselekmények száma, ami elemzők szerint összefüggésbe hozható a szövetségi kormány bevándorlás politikájával. Tavaly például 5,6 millió bűncselekményt regisztráltak, ami több mint 10%-kal több az egy évvel korábbi adathoz képest. Nőtt a bolti lopások, a betörések és a rablások száma is, de a közbiztonság is egyre rosszabb. Néhány hete például 100 férfi verekedett össze a berlini Steglitz fürdőben. Az arab származású férfiak hangosan fenyegetőztek, több strandolót megütöttek és megrúgtak. A harcnak a rendőrök vetettek véget. Szakértők szerint lassan tarthatatlanná válik a helyzet. Volt olyan strand, amit be kellett zárni az agresszív migránsok miatt.